Üdvözlök mindenkit a názareti Jézus nevében, ezen a csodálatos mai napon, amelyet az Úr készített, egy hatalmas, csodálatos alkalmunk lesz az Úr kegyelme által. Halleluja! Raouiou a ser, you are holy, Szent Lord. Örök élet királyom, méltó a bárány, Jézus egyedül. Tárja mama szön, dörje ma, tárja ma tűz, mandala mama tűz. Halleluja! Elohim korakó, Raúl jó a szél, Raúl jó a szél.
visszakadnak Jézus. Halleluja! Üdvözlök mindenkit a názáreti Jézus nevében, ezen a csodálatos napon. Szeretném először is köszönteni Pásztor Kun testvéremet Mezőladányból, és a testvéreinket Mezőladányból üdvözlők a Jézus nevében. És szeretném köszönteni mindazokat, a testvéreinket és gyülekezeti tagokat, akik itt vannak Kanadában, Torontóban, Montrealban, Amerikában, és sok más helyen az Úr Jézus kegyelme által. Üdvözlünk mindenkit a názáreti Jézus nevében. Üdvözlöm a Keresztény Központú Isten egyházának a vezetőségét is a Jézus nevében, és hiszem, hogy egy csodálatos napunk lesz ma. Egy dicsőítés volt a szívemben ma, hogy ugye folytatjuk továbbra is ezt a csodálatos tanítás sorozatot, a szellemi hadviselés, vagy szellemi harc, hogyha így nektek jobban jön. Szellemi hadviselésről beszélünk, és ma folytatjuk tovább a 8. résszel. Az Úr kegyelme által, ugye volt már 7 rész, és most lesz a 8. rész, és továbbra is folytatjuk ezt, ameddig az Úr kegyelme akarja, az Úr kegyelme által. Halleluja! Volt egy dicsértés a szívemben. Ami hiszem, hogy egy áldás lesz az álmotokra. Ezt egy kedves testvérem írta, a Botos Róbert, zongoraművész testvérem. Te nem vedsz meg minket, ó Uram, kihozod népedet a veremből. Te nem vedsz meg minket, ó Uram, fiakat támasztasz kövekből. Nevetve nézel rád, fiakat támasztasz, a harcban mellénk állsz, féltőn szeretsz. Nevetve nézel rád, a harcban mellénk állsz. Halleluja, féltőn szeretsz. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ez dicsőítés van a szívemben, hogy az Úr harcban áll velünk, tehát az Úr harcban áll érettünk, az Úr él a csodálatos szabadítás. Can you put that worship, please? I ask you. Úr, az Úr a szabadítás, az Úr a kegyelem, halleluja. És a szellemi harcban ez az egyik legfontosabb dolog. Imádkozzunk az Úrhoz, majd csodálatos alkalmunk lesz az Úr kegyelméből. És egy olyan résznél tartunk, ami rendkívül fontos lesz most, oké? Okay? Nagyon fontos lesz. Just take it off completely and remember I told you where I put it, right? Praise God. Right there. Tehát beszéltünk a múltkori alkalomkor a szellemünknek az állapotáról. Can you open the window, please? Szellemünknek az állapotáról beszéltünk. Ami a szellemi harcban szerintem az egyik legfontosabb témakör. Mivel a szellemünknek az állapota az, ami a kereszténységünket vagy lefelé, vagy fölfelé fogja vinni, és meghatároz természetesen az, hogy most vagy testben jár az ember, vagy szellemben jár az ember. Nagyon fontos megérteni, hogy a kereszténység nem egy egynapos dolog egy héten. Just a little bit more down. Nem csak egy egynapos dolog, hanem a kereszténység egy mindennapos dolog. Ha egy nap az ember nem tesz valamit az ő szelleméért, ha egy nap az ember nem olvassa az Istennek az igéjét, nem imádkozik, nem tölt időt az Úrral, nem tölt időt azzal, hogy ápolja az ő közösségét az Istennel, akkor az ember nem dicsőségre megy, hanem
dicsőségről visszaesésbe megy. Okay? A kereszténységben csak is egy felfelé haladó irányunk van. Csak is dicsőségről dicsőségre lehet menni az Úr kegyelme által. Okay? És hogyha nem dicsőségről dicsőségre menjünk, tehát ha nem ápoljuk a mi kapcsolatunk az Istennel, hogy minden nap egyre jobb és jobb legyen, akkor csak egyre rosszabb és rosszabb lesz. És az ember ilyenkor vissza szokott esni. Elég egy nap is, hogy az ember túl elfoglaltá válik, nem imádkozik, nem olvas az igét, nem imádkozik, és ezért a szelleme meg tud roncsolódni, stb. Can you put it down more, please? Imádkozzunk az Úrhoz, és hisszük, hogy ma is olyan kijelentéseket fog adni, olyan csodálatos kijelentéseket, ami által mi fogunk kapni olyan kijelentéseket és olyan bepillantást Istennek az igéjén keresztül a szellemvilágba és az Isten dolgaiba, ami által meg fog törni minden iga és minden nehézség le fog jönni az Úr kegyelme által. Amen! Halleluja! Imádkozzunk, drága mennyi atyám! A názareti Úr Jézus nevében jövünk te hozzád ezen a mai napon. Uram, köszönjük neked a Jézus nevében. Ále morja bassa. Köszönjük, Uram, a te jelenlétre ezen a csodálatos napon, Uram. Köszönöm, Uram, hogy mindegyik testvérem, Uram, akik most nézik ezt az adást, Uram, egy csodálatos áldással áldod meg őket, Uram. A te jelenlétednek a gazdagságával, a te kijelentéseidnek, a tudomány és bölcsesség beszéd át, Uram, eljuttat az ő szívükben olyan csodálatos kijelentéseket, amely által megismernek téged jobban, Uram, amely által még jobban sikeresebbé válik az ő keresztény életük. Uram, köszönöm mindazt, amit ma cselekedni fogsz. Köszönöm neked a Jézus nevében. Kérlek, Uram, hogy szólj hozzánk ma is. Szólj hozzánk ma is, Uram, a Szentek Szentjéből. Szólj hozzánk ma is, Úr Jézus, a Jézus nevében. Tőle minden igát, rombolj le minden nehézséget. A te kegyelmed által, a te véred által, a te jelenléted által, Uram, a Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mielőtt még ugye belemennénk ugye teljesen ebbe a tanításba, hadd mondjam el először is, hogy mi van a szívemben. Ugye tegnap este az én pásztor kontestvérem küldött nekem egy lapot, ugye, hogy virágvasárnap van, ugye? Ezt így mondják magyarul, azt hiszem. Virágvasárnap. Just on the TV a little bit down, thank you. Virágvasárnap van. És ez egy csodálatos dolog, ami történt ugye Jézus idejében, amikor a Nisszán 10-én, ami már esik, azt hiszem, tehát a Héberben, not too much down, right? A Nisszán 10-én történt az, hogy ő bement ugye Jeruzsálembe, ugye Szamárháton. És hagyd mondjam ennek a lényegét, oké? Okay? Mert ugye ma ünneplik ezt a dolgot, és ez nagyon érdekes dolog amúgy, hogy minden évben ünnepelték ezt. Tehát minden évben volt az, hogy emberek felsorakoztak Jeruzsálem utcáin ezekkel a különböző dolgokkal, amiket volt a kezükben, oké? Okay? Pálmaágakkal, és különböző más dolgokkal. És minden évben ez megtörtént, mivel minden évben ez volt ünnepelve, hogy a főpap lement a Kidron völgyébe, és ott kiválasztotta a páska bárányt. Azt a bárányt, amely fel lett áldozva. Na most, a páska bárány, amikor ez megtörtént, ugye az emberek már felsorakoztak, mielőtt a főpap visszajön. De azon a napon, amikor Jézussal történt ez a dolog, Jézus idejében, akkor pont ugyanakkor a napkor, Nisszán 10-én, ugye felült erre a Szamárhátra, ami a Zakariás 9.9-nek a beteljesedése természetesen, felült, és ugye ilyenkor a Hallelt szokták énekelni, tehát Baruch haba b'shem Adonai, tehát áldott az, aki a jő az Úrnak a nevében, és énekelték, hogy Hozsanna, Hozsanna. És amikor jöttek be, a tanítványai elkezdték ezt énekelni, elkezdték mondani.
És mindenki azt hitte, hogy na a főpap jön vissza a báránnyal. De igazából itt egy csodálatos kijelentése és profétikus beteljesedése volt annak, hogy Jézus Krisztus a bárány. Hogy ő az, aki elveszi a világ bűneit. És amikor azok a tanítványok elkezdték énekelni, hogy Baruch haba b'shem Adonai, akkor mindenki elkezdtek dicsérni, elkezdték dicsőíteni az Úr Jézust, és azt hitték, hogy a főpap jön vissza, a báránya még egyszer, de nem a főpap volt, hanem Jézus volt a Szamáron, az igazi bárány. Halleluja. És ezért volt az, hogy a tanítványok, a farizeusok próbálták ezt leállítani, mert tudták, hogy jönni fog a főpap. Na most, amikor ez megtörtént, milyen érdekes, hogy ugyanezek az emberek voltak azok, akik egy négy nap múlva, ugye, mondták, hogy feszítsd meg. Oké? Okay? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Ez mondom azért van, mert minden évben ez volt ünnepelve, és amikor jött Jézus a Szamár háton, akkor elkezdték a tanítványok énekelni Baruch haba b'shem Adonai, áldozok jön az Úrnak nevébe, és hogy jött be Jézus a Szamár háton, ugye, elkezdték őt dicsérni. És innen jön ugye a virágvasárnapnak az ünneplése is. Na most, amikor Jézus ezt megtette, ugye miután ez megtörtént, ilyenkor az emberek utána automatikusan már megszokásból ők hazamennek. És akkor a napon hazamentek, ugye, és jön már a főpap a báránnyal, már senki nincs ott. És ugye nagyon ideges lehetett ilyenkor a főpap, nagyon méregbe gurult, hogy mi történt. És elmondták neki, hogy mi történt. És ugye ilyenkor már ez már rávezetett arra, hogy ugye ne parancsoljátok, hogy elfogják Jézust, el lett fogva Jézus, ugye, és négy napig lett Jézus megvizsgálva és kifaggatva, megvizsgálva, kérdések raktak fel neki, és azt hiszem több mint hat különböző helyen volt ő kifaggatva, ugye, és ez a négy nap, ez nagyon csodálatos és profétikus, mert ugye Ádámtól fogva Jézusig 4000 év telt el. Tehát Ádámtól Jézusig 4000 év. Ami az Úrnál ugye egy nap olyan, mint 1000 év. 1000 év olyan, mint egy nap. Tehát ez a négy nap, ez egy profétikus kijelentés annak, hogy a 4000. Évben az ember teremtése után, ugye, és a 4000. Évben a 7000 éves megváltói Isten tervében Jézus Krisztus eljön. Ezért is van az, hogy ugye van a csodálatos gyertyatartó a sátorházban, ami kijelenti a gyülekezetet is, az egy a jelenések könyvében, és az olajat benne a Szent Szellemet. És látjuk, hogy a Szent Szellem, aki egy csodálatos kijelentő, látjuk, hogy a negyedik ág jobbról visszafelé, ugye, ebben a manorában, a gyertyatartóban a középső. A középső az a fő, ahonnan az olaj jött. Jézus Krisztus a középső részt jelképezi, hogy a negyedik napon, a 4000. Évben jön el a felkent. És a többi ága ennek a csodálatos manorának, ugye, jelképezi, mert hat az ember száma, jelképezi a gyülekezetet, jelképezi az egyházat. És tudjátok, hogy ez a gyertyatartó is egy csodálatos nagy aranyból készült és kivert gyertyatartó volt, és ez a hat rész, ez egybe van a középső része, jelképezi azt, hogy mi nem csak Krisztus mellett vagyunk, hanem Krisztusban élünk. Halleluja. És az a kenet, és az az élet, ami Jézus Krisztusban van, az jön és folyik az ő csodálatos egyházába. Tehát ez rendkívül csodálatos és profétikus, hogy ez a négy napot Jézus Krisztus betöltötte, és betöltötte a pászkai ünnepet Jézus az ő első eljövetelével nagyon csodálatos módon. Hogyan töltötte ezt be? Ugye ezt a bárányt, amikor fölvitték ezt a pászkai bárányt, ugye reggel 9-kor kezdték el az áldozatokat a pászka ünnepén. Na, ugyanezen a napon Jézus Krisztus 9 órakor feszítették meg. Az első bárány 9-kor lett, ugye, és Jézus meg lett feszítve 9-kor. És az utolsó bárány a pászkai ünnepen délután 3-kor lett elvégezve, amikor a főpap fölment a templomba, az oltárhoz,
és az oltáron pedig, amikor megölte a bárányt, akkor a főpap minden évben ezt mondta, elvégeztetett. És ugyanebben a pillanatban pedig Jézus Krisztus a kereszten ezt mondta, elvégeztetett. A görögben tetelesztáj, ami azt jelenti természetesen, hogy teljesen ki van fizetve. Halleluja, dicsőség az Urnak. Jézus Krisztus az ő vérével, az ő csodálatos megváltói szolgálatával a kereszten kifizette a váltságot a mi bűneinkért, a mi lelkünkért, a mi szabadulásunkért, azért, hogy mi legyünk Istennek az igazságossága, azért, hogy ebben a királyságban az Istennek tudjunk élni és szolgálni az ő kegyelme által. Tehát gondoltam, hogy előtte ezt elmondom, hogy mit is jelent ez a virágvasárnap, és mi is történt akkor, ahogyan a pálmafát lengették ugye Jézusnak, és hogyan történt ez a dolog. Ez egy csodálatos kijelentés a bárányról. Ugye tudjuk, hogy a fesztivál, amikről ugye az egyik tanításban tanítottam, hogyha ez többet érdekel téged, akkor nyugodtan nézd meg azt az adást. Az egyik adásban ugye erről említettem egy rövidet, hogy vannak ezek az ünnepek, és erről nem akarok most belemenni, mert nagyon hosszú tanítás természetesen, de a Páska ünnepe, ugye vannak a nyári ünnepek, vannak a téli ünnepek, a nyári ünnepeket Jézus Krisztus betöltötte az első eljövetelével. A téli ünnepeket pedig be fogja tölteni Jézus Krisztus a második visszajövetelével. Hát a Páska ünnepét hogyan töltötte be Jézus? A kereszt által. A kovásztalan kenyerek ünnepét hogyan töltötte be Jézus? El lett temetve. A first fruit, az első zsenge, akkor Jézus feltámadott. És a Pászka után 50 napot eltelve jött a pünköst. Hogyan töltötte a pünköstöt? Jézus elküldte Szent Szellemet. Halleluja. És ugye erről beszélek elég sokat, és hogy mi a fesztiválnak a lényege. Ugye a fesztivál a héberben az egy csodálatos kijelentés, hogy egy pontos időpont. Egy időpontja, ami van Istennek, az emberiséggel. Okay? És ennek évente kell, hogy ismétlődjönnek ezek az ünnepek. Vagyis ott a héberben az van, hogy mikra. A héberben ugye úgy van a fesztivál, hogy moed, ami egy pontos időpontot jelent, és van az, hogy ez évente kell megismételni, és ott az a rész az úgy van, hogy mikra, ami azt jelenti, hogy gyakorolni. Tehát adta Isten évente ezeket a fesztiválokat Izraelnek, hogy gyakorolják azt, hogy amikor jönni fog a Messiás, ő mindezeket be fogja tölteni. Oké? Okay? És Jézus Krisztus csodálatosan betöltötte mind ezeket a fesztiválokat. Tehát nagyon érdemes belenézni, nagyon érdemes tanulmányozni a fesztiválokat, ami Jézus Krisztusról szól, az ő szolgálatáról szól, a mi kapcsolatunkról szól az Istennel. Csodálatos, csodálatos. De most menjünk és tovább bele az Úr Jézus Krisztus kegyelme által a szellemi hadviselés 8. részébe. Halleluja! Hogyha követtétek az első 7 részt, akkor már egy nagyon jó alap megvan a szellemi hadviselésben. És a szellemi hadviselésben az egyik legfontosabb dolog, még egyszer ezt meg kell említsen, ugye, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, az Efézeus 6 szerint, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet világbíró ellen, démonok ellen, tehát az angyali seregek, akik bukott angyalok, és a démonok. Tehát az angyalok és a démonok között különbség van, ezekről a dolgokról már beszéltem, és megvilágítottam pontosan. Még részletesen még nem mentünk bele abba, hogy kik is a bukott angyalok, és kik a démonok, úgyhogy ezekről lesz majd részletes tanítás, ahol belemegyünk majd ezekbe még részletesebben az Úr kegyelme által. De most van egy fontos dolog, amiről akarok beszélni, és tovább beszélni erről, a szellemünknek az állapotáról. Az előző részben megemlítettem, hogy mi is az embernek a szelleme, a lelke, hány részből áll, stb. Ezen nem fogunk természetesen végigmenni, hanem folytatjuk onnan tovább, hogy mi történik az embernek a szellemével, hogyha azt elhanyagolja és testben él. Oké? Okay? Mi történik az ember szellemével, hogyha azt elhanyagolja, ugye, és testben kezd élni. Oké? Okay? Halleluja!
Tehát mi történik a szellemeddel, amikor testiesen vagy érzékien élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? Ugye azt meg kell értenünk, hogy mi ugye szellemi lények vagyunk, mi szellemek vagyunk. És a szellemünknek van egy lelke. A szellemünknek van körülbelül 5 különböző része, amiről már beszéltem az előző részben. A lelkünknek van 3 része, az elme, akarat és az érzelem. Most erről szeretnék beszélni nektek ezen a mai napon. Ez arról fog szólni, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történik valakinek a szellemével, amikor az testiesen vagy érzékén éli a keresztény életét, és csak az ő lelke által, tehát az ő érzelmei, akarata, okay, és az elméje szerint él. Tehát az elme, akarat, érzelem szerint él. És csak ezek azok, amik befolyásolják az életét, és minden döntés, vagy minden dolog abból indul ki, hogy ahogy érzek, úgy csinálok. Na most érzem, hogy imádkozni kell, akkor ezt teszem. Na most érzem, hogy inkább enni akarok, akkor azt teszem. Tehát amikor csak testiesen és érzéken él az ember, és nem szellem által van indítatva, nem szellem által van vezetetve, akkor egy nagyon veszélyes helyre tud lépni az ember. Ahhoz, hogy az ember először is, elmagyarázom ezt, jó? Az, hogy először is, hogy az ember szellemben tudjon élni, meg kell tanulni a testet megfeszíteni, és meg kell tanulni a keresztet fölvenni. A keresztet fölvenni, ugye ez nagyon fontos dolog, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha engem akarsz követni, akkor vedd fel a te keresztedet minden nap. Mi az, hogy felvenni valakinek a keresztet? Az azt jelenti, hogy az óemberét megfeszíti az ő gonosz kívánságvel együtt. Minden olyan dolog, ami testi kívánság, olyan dolgok, amikről a Galata 5 is beszél, ezeket megvizsgálja, mik azok a testi kívánságok, amiket a Biblia azt mondja, hogy bűn. Ezeket megfeszíti. Vagyis, hogyha, és egy példa, például te szerettél hallgatni például bizonyos fajta zenéket, és akkor te meghallgatod, és tudod, hogy a szellemednek az nem jó, meg az a világba fog visszavinni téged, de mégis meghallgatod, mert szereted. Tehát testiesen élsz, érzékeny élsz. Oké? Ez egy csak egy példa. A megfeszíteni a testet ott azon a részen az, hogy a füledet nem a világi zenékre hajtod, hanem inkább dicséretet raksz be. Inkább az Úrnak szenteled azt az időt is, és inkább szellembe akarsz élni. Szellembe nagyon sokszor az emberek testben is imádkoznak, vagy testben dicsérik az Urat. Mit jelent ez? Amikor valaki testben imádkozik, az azt jelenti, hogy nem tölt el elég időt az Úrral, és nem megy át testből szellembe, hanem testben marad, és testben imádkozik. Ilyenkor sokszor ugye annak az imádkozásnak nem sok értelme van, mert meg kell várnia az embernek addig, amíg meg tudja feszíteni az ő testét, ahogyan ő imádkozik ugye az Úrral. Minél többet vársz az Úrra, minél többet vársz az Úrra, és minél többet imádkozol, akkor annál jobban megy ez a test. És amikor elmegy, akkor veszed észre, hogy a tested meg van feszítve, hogy már a szellemed már szabadon tudja imádni az Urat. Amikor már a szellemed elkezdi dicsérni az Urat, amikor a szellemedből már elkezd folyni csodálatosan az imádat és az ima, már nem kell erőlködnöd, már nem azon, már az imád nem, már nem ez, hogy ó, Uram, bocsáss meg, ó, mennyire rossz vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem. Ha még mindig ez az imád, amikor imádkozol, hogy bocsáss meg, meg vádlásban vagy kárhozatokban, akkor még mindig a testnek a területén vagy, az imában. De nagyon fontos, hogy a testből szellemben éljünk. Ne testésen imádkozzunk, hanem szellemben imádkozzunk. Ne testben dicsérjünk, hanem szellemben imádkozzunk. És ma mindenféleképpen arról szeretnék beszélni nektek, hogy mi történik a szellemeddel, amikor érzékeny élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva. Az Úr kegyelmától a következő adásban pedig arról fogok beszélni, hogy mi történik a szellemeddel, amikor szellemben élsz. Oké? Okay? A következő adás arról fog szólni. De a mai adás arról szól, hogy mi történik a szellemeddel, mert a szellemed az meg tud roncsolódni. A szellemed meg be tud piszkolódni. És ezért van az, hogy embereknek a keresztény életük legyengül, meggyengül, és ezért van az, hogy nem tudják erőteljesen élni a keresztény életüket, nem hallják Istent már,
nem olyan buzgóak, nem... Érted? Tehát nagyon fontos ezt megtanulni, oké? Tehát kezdjük el. Hogyha valakinek a szelleme, oké? Valaki testiesen él, érzékén él, akkor a szelleme egy nyugtalankodó szellemé tud válni. Az első, amit szerintem írjál le, jó ötlet leírni, nyugtalan szellem, oké? Amihez tartozik természetesen az aggódás, vagy a bánkódás, a szomorkodás, zavaros, vagy felkavart, oké? Ezeket a magyar megfelelőket megtalálod a nyugtalan szellem, oké? Nyugtalankodó szellem. Az 1 Mózes 41:8 ezt mondja. Reggelre kelvén nyugtalankodott lelkében. Reggelre kelvén nyugtalankodott lelkében. Itt ebben a részben a legfontosabb dolog most, amit kiveszünk, ugye az az, hogy a Biblia beszél egy szeméről, aki itt a, ugye a fáraó volt, aki nyugtalankodott lelkében. Oké? Tehát ez egy aggodalmaskodó lélek, egy zavaros lélek, egy felkavart, nyugtalankodó lélek. Oké? Tehát az ember, hogyha testben él, érzékén él, és csak az 5 érzékszervére van utalva. Tehát, ami azt jelenti, hogy az 5 érzékszervén keresztül bejövő információk, és lelkileg él. Oké? Amikor a Károly itt azt mondja, hogy lelkében, természetesen, itt szellemet ír az eredeti. Oké? Tehát a szellemében nyugtalankodott. Oké? Szellemében nyugtalankodott. Tehát ki tud alakulni egy ilyen fajta nyugtalankodó szellem egy emberben, hogy a testben él, érzékileg él. Oké? Tehát nem szellemben él. Tehát ez egy rendkívül fontos téma amúgy az egész kereszténységünk életében, és még egyszer ehhez kapcsolódóan, hogyha tovább akarsz tanulni ezzel kapcsolatban, a Róma 8-at tanulmányozt elég sűrűn, és meg fogod látni ott, hogy az Istennek az igéje segít nekünk ebben. Róma 7-8 is, mert Róma 7-ben is beszél Pál apostol erről a problémáról, ami neki is volt, hogy küzdött benne a test és a szellem. Test és a szellem küzdött benne, és tudta, hogy testben él, de ez a test olyan, mint egy börtön, és tudja, hogy mi a helyes dolog, de mégsem azt teszi. Tehát beszélt erről a problémáról, de aztán a Róma 8-ban pedig mondja a csodálatos kijelentést, hogy talált egy utat, hogy hogyan tud ő szellemben élni, és van ennek egy kijelentése. Amen. Tehát, még egyszer, hogyha valaki szellem, valaki testesen is érzékeny él, akkor a szelleme ki tud alakulni, egy nyugtalan szellem tud lenni. Oké? Okay? Nyugtalan szellem. Ezt írjátok föl. Oké? Okay? A Jobbnál is történt egy ilyen. A Jobb 21:4, oké? Okay? Ugyanezt mondja itt, hogy egy nyugtalan, aggódó szellem, de itt már a Károly másképpen mondja. A Károly úgy mondja a Jobb 21:4-et, hogy avagy én embernek panaszkodom-e? Miért ne volna hát keserű a lelkem? Oké? Okay? Itt azt jelenti, hogy keserű a lelkem, de az eredetiben igazából itt nyugtalankodó szellem van, vagy aggodalmaskodó szellem, oké? Okay? Tehát, hogyha az embernek a szelleme nyugtalan, aggodalmaskodó, oké? Okay? Akkor az annak a jele, hogy az a személy nem szellemben él, hanem testben él. Bármikor nyugtalanság, bármikor aggódás, oké? Okay? Felkavartság jön az embernek a szellemében, külső információk miatt is főleg, vagy külső dolgok miatt, vagy körülmények miatt, akkor az embernek a szelleme egy nyugtalan szellemmé tud alakulni, és ez nagyon veszélyes, oké? Okay? Ennek természetesen az ellenszere az az, hogy az ember nem testben él, hanem a testből szellemben megy, és szellemben fog élni, és nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. És a szemét nem a földi dolgokra teszi, hanem a szellemi dolgokra, a mennyei dolgokra teszi a szemét. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Az újfajta fordításban így mondja a Jobb 21:4-et, az újfajta fordítású magyar fordítás. Hiszen az nem emberek miatt panaszkodom, nem ok nélkül türelmetlenkedem. Oké? Okay? Itt egy türelmetlenkedést ír le, ugye, az újfajta fordítás, tehát egy nyugtalan, aggódó, felkavart szellemű ember, az türelmetlen ember is, oké? Okay?
dicsőség az Úrnak. Mi történik az embernek a szellemével, amikor testiesen és érzékenyen él, és csak a lelke által van befolyásolva, tehát testi ember, oké? Okay? Mi történik ilyenkor az embernek a szellemével? Akkor a második jelentés gyötrődő. Egy gyötrődő szellemet tud kialakítani önmagából, oké? Okay? Ehhez tartozik a kín, vagy gyötrelem, vagy szorongás, oké? Okay? A 2 Mózes 6.9 ír nekünk erről a kijelentésről. Ezt mondja Károli. Eképpen szólt Mózes az Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kis lelkűség és a kemény szolgálat miatt. A Károli azt ír, hogy kis lelkűség és kemény szolgálat. Ez érdekes. A könnyen olvasható fordítású magyar biblia pedig ezt írja. Mózes tehát elmondta ezt az üzenetet Izrael népének, de ők nem hittek neki, mert annyira megnyomorította őket a kegyetlen elnyomás. A könnyen olvasható fordítás jobban visszaadja az eredetit, oké? Okay? Tehát itt a gyötrődésről van igazából szó. Az eredetiben gyötrődés van, és kegyetlen elnyomás. Tehát itt például a könnyen olvasható visszaadja a kegyetlen elnyomást nagyon csodálatosan, de a megnyomorított is egy gyötrődő szellem, tehát ez nem egy rossz fordítás természetesen. Tehát látjuk itt, hogy ugye a hitetlenségük miatt, nézd meg, hogy Izrael a hitetlenségük miatt. A hitetlenség az egyik legnagyobb bűn, oké? Okay? Amikor valaki hitetlen, nem hisz, oké? Okay? Tehát a hitetlenség miatt nem hittek Mózesnek, oké? Okay? Az üzenetet, amit Mózes adott Izraelnek, emiatt, a hitetlenség miatt, nézd, mi történt? Nem hittek neki. Miért nem hittek Mózesnek? Mert meg voltak nyomorítva a kegyetlen elnyomás miatt, oké? Okay? Tehát meg voltak nyomorítva, és ez, mert egy gyötrődő szellemük volt, oké? Okay? Gyötrődő szellemük volt, és emiatt a hitetlenség bejött az életükbe. Tehát látod azt, hogyha valakinek gyötrődő a szelleme, valaki szorongásban van, valaki kínban van, gyötrelemben van a szelleme, oké? Okay? Ilyen állapotban van. Miért történik ez? Még egyszer. Azért történik, mert az ember nem szellemben él, hanem testben él. Még egyszer. Nagyon fontos dolog ezt megérteni. Hogyha mi nem szellemben élünk, hanem testben élünk, akkor a szellemünknek is bántalma lesz. A szellemünket fogja ez bántani. Mert a szellemünk az, akik mi valójában vagyunk. És az, ami történik a mi lelkünkben, az, ami történik a mi testünkben, ugye a testnek a bűnei, ezek mind hatással, rossz hatással tudnak lenni a szellemünkre. Ezért nagyon fontos a testet megfeszíteni az ő kívánságával együtt, és szellemben élni, igazságban élni. Amen. Oké. Okay. Tehát látjuk itt, hogy Izrael népe, mivel egy gyötrődő szellemük volt, és kegyetlen elnyomásban voltak, ezért nem hittek, hitetlenség jött be. Oké. Okay. Amikor az embernek a szelleme egy ilyen állapotba kerül, mivel engedi a külső körülményeket, hogy hatással legyenek rá. Amikor az ember engedi, hogy külső körülmények hatással legyenek rá, akkor gyötrődni fog a szelleme. Miért? Mert akkor testbe jársz. Láthatókra nézel, nem a láthatatlanokra. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. Erre mondok egy példát például. Amikor Elizeust megtámadták a király katonái, és a szolgája, ugye, mondta, hogy mester, mester, körbefogtak minket, katonák, végünk lesz, mi lesz velünk. Egy gyötrődő, aggodalmas szelleme volt ennek a szolgának. És akkor Elizeus imádkozott érte, hogy Uram, nyisd meg az ő szemeit, mert ő csak a földiekre néz, csak azt látja, ami a természetesben van. Uram, nyisd meg az ő szemét. És akkor megnyitotta a szolgának a szemét, akkor elkezdte látni, hogy szellemben egy hatalmas hadsereg, angyali hadsereg vette körül ezt a királynak a hadseregét, és látta, hogy sokkal többen vannak ezzel a profétával, Elizeussal, mint a királynak a katonái. És akkor már nem lett gyötrődő szelleme. Miért? Mert levette a szemét a fizikairól,
és a szellemire tette. Látod? Amikor, szellem, amikor, amikor a, ha a fizikális dolgom van a szemed, ha csak azt látod, ami történik a világban, és a körülményekre tekintesz, úgy, ahogy Péter is, ugye, amikor járt a vizen, addig, amíg az ő szeme Jézuson volt, addig járt a vizen, addig a problémáknak a tetején volt, addig, addig teljesen szellembe tudott járni. De a pillanatban, hogy levett a szemét Jézusról, és rátekintett a körülményekre, rátekintett a világra, abban a pillanatban elkezdett süllyedni. És nagyon sokan sajnos keresztények így vannak, hogy leveszik a szemüket Istenről, a körülményekre néznek, a bajokra néznek, ahelyett, hogy Jézus Krisztusra néznének, és az ő szemüket nem a világi dolgokra, hanem a szellemi dolgokra tekintenek. Oké? Okay? Ez egy rendkívül fontos dolog. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Oké? Okay? A Jób is beszél erről. A Jób 7.11. Elnézést. Én sem tartóztatom hát meg az én számat. Szólok az én lelkemnek fájdalmában, és panaszkodom az én szívemnek keserűségében. Oké? Okay? Tehát látjuk, hogy itt Jób is, amikor keresztül ment ezen a nagy teszten, ez a nagy megkísértésen, ami történt ő vele, okay? Mondta, hogy lelke fájdalma. De most az újfajta fordítás így mondja, oké? Okay? Nem is tartóztatom meg a számat. Beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Oké? Okay? Tehát látjuk, hogy itt ugyanúgy, az eredeti ugyanúgy azt mondja, hogy gyötrődő szellem. Gyötrődő szellemű ember. Oké? Okay? És keserű. Itt jól adja vissza az újfajta fordítás, hogy keserű szívvel. Oké? Okay? A szív a héberben az leb, ami azt jelenti, hogy a belső embered, a szellemed, a lelkeddel együtt. Oké? Okay? Tehát, amikor azt mondja, hogy keserű szív, akkor az azt jelenti, hogy keserű lelkű, keserű szellemű emberről van szó. Oké? Okay? Tehát látjuk, hogy, amit, hogy itt Jób is keresztül ment ugye a megpróbáltatásokon, elvesztette a gyerekeit, a vagyonát, elvesztette az egészségét, és mindezekben meg lett próbálva, és nagyon rossz hatással lesz ez természetesen az ő szellemére, és egy gyötrődő szelleme lett, ugye, egy gyötrődő, aggodalmas, szorongó szelleme lett, de mindezekben a nagy kísértésekben, mindezekben a nagy próbákban Jób nem átkozta meg az Istent, hanem az Istent dicsérte. Halleluja! Az Istent dicsérte. És ugye ez egy csodálatos kijelentés, ami itt van, ugye, mert az egésznek a lényeg az volt, hogy Isten meg akarta áldani Jobot duplán. De addig nem tudta megáldani Jobot, amíg ő áldott, nem volt hely az áldásnak. És így elvett tőle mindent, és meg tudta így áldani duplán. Oké? Okay? Ez volt az egésznek a lényege, és még sok más mindent természetesen ehhez hozzáfűződik. De ez egy csodálatos kijelentés itt Jobról. Oké? Okay? Mi történik az embernek a szellemével, amikor testiesen és érzékén élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? Akkor a szellemed tud egy megkeményedett szellem lenni. Oké? Okay? Egy megkeményedett szellem. Oké? Okay? Itt képzeljétek el, hogy a Károli Gáspár fordítás jól adja vissza az eredetit. Na, itt van most egy ilyen példa, hogy a magyar fordítás Károli csodálatosan adja vissza. 5 Mózes 2, 2-es fejezet 30-es ezt mondja. De nem akarta Szihon, Hesbon király, hogy átmenjünk ő rajta, mert megkeményítette volt az Úr, a te Istened az ő lelkét, és engedetlenné tette az ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, amint nyilván van e mai napon. Hú, nagyon mély ige. Nagyon mély ige van most itt ezzel kapcsolatban. Tehát még egyszer, hogy valaki testben él, és érzéken él, akkor a szelleme egy megkeményedett szellemé tud válni. Oké? Okay? Megkeményedett szellem. Na most látjuk itt, hogy az Úr az, aki megkeményítette ennek az embernek, a Szihon Hesbon királynak az ő szellemét. Ugye látjuk ezt a fáraónál is, hogy írja a Biblia, hogy Isten megkeményítette az ő szívét.
De ugye a fáraónál is, és más eseteknél is, mielőtt az Úr megkényítette valakinek a szívét, ugye adott rengeteg esélyt a megtérésre. Például a fáraón adott 10 esélyt is arra, hogy megtérjen, 10 esélyt is adott neki arra, hogy engedje el az ő népét, de itt a fáraó is, és itt látjuk, hogy az Úr megkényítette a Hesbon királyának a szívét is, okay? Hogy a kezébe adja a királyt és az hadseregét. Okay? Tehát itt ez egy ítélet volt. Amikor az Isten megkeményíti valakinek a szívét, az már az ítélet. Ami azt jelenti, hogy átlépett az a személy egy olyan határt az Istennel, hogy már a kegyelem, már nincsen kegyelem annak az embernek a számára. Tehát egy élő halottá válik ott az ember. Egy nagyon-nagyon veszélyes hely. Ugye látjuk a fáraónál például, hogy sok esélyt adott neki, de ezt el tudom nektek magyarázni még jobban, hogy vannak ugye különböző fázisok az embernél, hogy mi edények vagyunk az Úrnak. Vannak engedelmes edények, ugye vannak alázatos edények, és vannak harag edényei is. A harag edényévé tudja magát valaki tenni az ő folyamatos engedetlensége miatt az Istennek. Tehát amikor valakinek egy folyamatos, rendszeres engedetlensége van az Isten ellen, az ő cselekedeteivel, az ő beszédeivel, az ő életével, akkor az Istennél betelik a pohár, és akkor azt mondja, oké, te ilyen akarsz lenni? Akkor megkényítem a szívedet, hogy még ha akarsz, se tudj visszatérni. Nagyon veszélyes dolog. Tehát Istennek ez egy ítélete, és erről majd fogok majd még az Úr kegyelme által még részletesebben beszélni erről a dologról, de van ilyen, a Bibliában írva, oké, legyen ez Ótestamentum vagy Új Testamentum, Isten minden nap, tehát teljesen ugyanaz, ilyen ezzel a dolgokkal kapcsolatban is, oké? Látjuk ezt például az Új Testamentumban is, van erre példa, oké? És majd fogok felhozni példát ezzel, de most nem erről akarok beszélni, de van egy veszélyes határ, amit az embernek nem szabad átlépnie. Nagyon fontos az, hogyha az Úr vezet téged a megtérésre, akkor térjél meg, nekem nincs meg a szívedet, mert ugye az Izrael népe is megkényítette az ő szívét, és nem tudott bemenni az ígéret földjére. Tehát ez egy rendkívül veszélyes dolog, soha ne keményíts meg a szívedet, mert egy megkeményedett szellem, oké? Okay? Egy megkeményedett szellemé tud alakulni a szellemed, és ilyenkor mi jön be a megkeményített szellemű embernek az életébe? Isten ellen való engedetlenség. Oké? Okay? Isten ellen való engedetlenség. És az Isten ellen való engedetlenség mit fog okozni? Nem Isten barátja leszel, hanem Istennek az ellensége. És rendkívül veszélyes az Isten kezébe kerülni. Tehát a megkényelett szellem egy rendkívül veszélyes dolog. És mi az ellenszer ennek még egyszer? Hogy ne testbe jár, hanem szellembe jár. És ha nem töltöd be a testnek a gonosz kívánságait, akkor szellembe fogsz tudni járni. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ez jó, ez jó. Mi történik a szellemeddel, amikor testiesen érzékien élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? Mi történik az embernek a szellemével? A szellemed egy szomorú szellemé tud alakulni. Szomorú, bánatos szellemé. Oké? Okay? Szomorú vagy bánatos szellemé. Ilyen is tud történni az embernek a szellemével, hogyha testben élsz, és nem vigyázol a szellemedre. Oké? Okay? 1 Sámuel 1:13-15. Csodálatos példa. És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható. Eli gondolá, hogy részeg. Éli. Mondd azért néki, Éli, meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta neki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Bánatos szellemű. Eredetiben bánatos szellemű, oké? Okay? Bánatos szellemű asszony vagyok én. Sem bocs, sem régszigítődött, nem úgytam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Miért volt ugye Anna bánatos? Mert az Úr bezárta az ő méhét, és nem lett egy gyereke, és ugye az ő férjének volt egy másik felesége is, ugye, aki több gyereket is szült, és ez a feleség cukkolta őt,
és Anna pedig bánatos lett emiatt, oké? Egy bánatos szelleme volt. Tehát látjuk itt Annánál is, ugye, hogy a külső dolgokra tekintett. Egy külső dolgokra tekintett, és megsértődött. Hú! Vette a sértődés. Cukkolta ez a másik feleség, hogy nézd meg, nekem van gyerekem. Én kapok gyereket, de te meg nem kap semmi gyereket. Tehát cukkolta, és megsértődött. És ugye a sértődés a görögben az a skandalon, ami még egyszer egy csapdát jelent. Az egérfogónak az a kis része, ami hogyha hozzáérsz és becsapódik, na az a pici részét hívják skandalonnak. Vagyis egy csapda, az ördögnek a csapdája a megsértődés. Amikor valaki megsért, és te megsértődsz, az azt jelenti, hogy te elfogadtad az ördögnek a csapdáját. És megsértődtél. És saját magadat tetted egy börtönbe. Nagyon fontos, hogy megbocsássál, és az, hogy ne engedjed, hogy a szellemed szomorúvá váljon emiatt, oké? Okay? Mert itt látjuk, hogy az Annának az eseténél, hogy bánatos lelkű, bánatos szellemű lett. Oké? Okay? Tehát, amikor valaki testiesen él, érzékien él, oké? Okay? És csak a látható dolgokra néz, és itt Annánál is ugye a látható dolgokra nézett, nem a szellemi dolgokra, de amint ugye itt látjuk ebben a történetben, hogy ugye őt imádkozott, és elmondta az ő problémáját Ilájnak, Élinek, ennek a papnak, és az Éli pedig imádkozott érte. És tudjuk, hogy 9 hónapra rá pedig már gyereket tudott szülni. Van itt egy csodálatos tanítás, és nem akarok ebbe belemenni, mert akkor teljesen félre fogok menni ebből a tanításból, de a lényeg, amit ki akarok ebből venni most itt az, hogy amikor valaki a külső dolgokra néz, tehát testben él, csak arra néz, ami látható, csak az, amit hallasz, ha ezek által él az ember, ha csak ezekre figyelsz rá, akkor lelki módon élsz, ugye, akkor testi módon élsz, a lelked által vagy irányítva, nem a szellemed által. Mi nekünk a szellem által kell lenni irányítva, a Szent Szellem által, és a mi szellemünk, a Szent Szellemmel egybe van, ugye, egybe szerkesztődött, amikor megtértünk az Úr kegyelméből, és emiatt ugye a mi szellemünket irányítja az Úr, tehát a mi szellemünkhez beszél. Tudod, hogy csak szellemmel tudod az Urat szolgálni? Csak is a szellemeddel tudod őt dicsérni, csak is a szellemeddel tudsz imádkozni. Oké? Okay? Tehát addig, amíg nem is vagy szellemben az imában, addig még nem is imádkoztál. Tehát addig, amíg nem várod meg, hogy a testből szellembe menjél, addig még nem is imádkoztál. Tehát vannak sajnos sokan a kereszténységben, akik még soha nem is imádkoztak. Mert az imájuk testi. Testben imádkoznak. Oké? Okay? Na majd erről majd beszélünk még részesebben, az Úr kegyelme által. Oké. Okay. Mi történik a szellemeddel, amikor a testiesen érzékeny élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? A szellemed nagyon nagy veszélynek lehet kitéve, oké? Okay? Egy gyászoló szellemé is tud alakulni a szellemed. Gyászol. Oké? Okay? Gyászoló szellem. Ez tartozik a szomorkodás és a búsulás is természetesen, de gyászolás, oké? Okay? Ézsiás 54:6-os vers. Ézsiás 54:6. Mert mint elhagyott és fájú lelkű asszonyt hív téged az Úr. Oké? Okay? És mint megvetett ifjú asszonyt, azt mondja Istened. Na most itt a Károli azt mondja, hogy fájú lelkű asszony, oké? Okay? De az eredeti, az angol is, az eredeti is azt írja itt, hogy gyászoló szellem. Oké? Okay? Egy gyászoló szellem. Tudjuk, hogy az embernek a szelleme ugye gyászba tud lenni, főleg, hogyha elvesztett valakit, főleg, hogyha gyászolja például azt, hogyha valaki elhagyta. Tehát ennek van sok formája is ennek a gyásznak, de nagyon fontos az, hogy az ember soha nem maradjon abban. Oké? Okay? Mert a gyász és a halál szelleme, ugye ezek nagyon veszélyes dolgok, és ezek nagyon tudják roncsolni az embernek a szellemét. Oké? Okay? Megvan az ideje a gyásznak is, de aztán pedig ugye az ember, hogyha megtért keresztény, akkor fontos, hogy ne csak a láthatatlanokra nézzen, hanem a szellemi dolgokra, a láthatatlanokra is. Halleluja! És akkor az embernek nem lesz gyászoló szelleme. És mondom, következő alkalomkor pedig
fogunk beszélni arról, hogy na mi történik az embernek a szellemével, hogyha nem testben élsz, hanem szellemben élsz. Na, az egy csodálatos tanítás lesz. De ugye végig kell menjünk ezen is, hogy megismerjük ezt a fontos dolgot is, mert ez egy olyan, mint egy elmenni egy orvoshoz, és adnak egy prognózist neked. Tehát segít neked felismerni azt, hogy a szellemed milyen állapotban is van. Oké? Okay? És ha már az Isten igéje rávilágít arra, hogy milyen a szellemednek az állapota, akkor tudsz menni az Úrhoz, és már ad neked egy világosságot erről a szellemi állapotodról. Mert a szellemi állapotunk még egyszer rendkívül fontos, oké? Okay? Következő téma. Mi történik a szellemeddel, amikor testesen érzékén élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? A szellemed, nagyon fontos, egy megsebesült, vagy egy sebesült, egy sebzett lélek lehet, vagy egy sértett lélek, egy sértett szellem, oké? Okay? Megsebzett szellem. Tehát megsebesült, vagy sebesült, vagy sebzett, sértett szellemé tud alakulni, oké? Okay? A példabeszéd egy 18-as fejezetének a 14-es verse ezt mondja. A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört lelket kiviseli el. Oké? Okay? A megtört lelket kiviseli el. Na most itt a példabeszédek majdnem jól adja vissza, oké? Okay? De az eredeti még egyszer az megsebzett. Megsebzett szellemet ír itt az ige. Oké? Okay? Megsebzett szellem. Tehát a szellemed meg tud sebesülni. Oké? Okay? Hogyan tud ez megtörténni? Emlékeztek, hogy a múltkori alkalommal is beszéltem azt ez merről, hogy amit te az elméden keresztül megengedsz, vagyis beengedsz, elfogadsz igazságként, bármi, ami bejön a szemeden keresztül, füleden keresztül, és ezt elfogadod az elmédben, az elméden keresztül az egyenesen megy le a szellemedbe. És hogyha az egy méreg volt, ami azt jelenti egy pletyka, például, egy olyan információ, ami a sátán táborából jött, és az a pletyka bejön, és beengeded az elméden keresztül, ez lefolyik a szellemedben, és azonnal elkezdi a roncsoló munkáját. A méreg az elkezdi megmérgezni a szellemét az embernek, és ilyenkor ez a méreg kialakít haragot, ellenszenvet és sok más dolgot az ember szívében, attól függ, hogy milyen feladata volt ennek az információnak, ami jött be. Tehát nagyon fontos, hogy az ember meg tudja védeni magát, szellemét, bármilyen pletykától, vagy ha már valaki neked ezt mondja, hogy hallottad, hogy Jóska Pista mit csinált, vagy hallottad, hogy ez meg az történt, na akkor azonnal állítsd azt le, te azt nem akarod tudni, nem akarsz hallani róla, és azt kell mondanod, hogy ha tudod ezt, akkor imádkozzál érte testvérem, nem kell kibeszélni itten senkit, senki sem tökéletes, senki sem tökéletes, még mi a tökéletesség felé megyünk, és az erősnek a feladata az ige szerint, hogy felemelje a gyengébbet. Oké? Okay? Egy csodálatos prédikátor egyszer ezt mondta, aminek hatalmas igazsága van, hogy az Istennek az egyháza, az az egyetlen egy hadsereg, ahol a katonák a másik sebesült katonát lelövik. Ahelyett, hogy felsegítenék a katonát, ahelyett, hogy megsegítenék, az elesett katonát lelövik. Az Isten egyháza az egyetlen egy hely, ahol ez történik. Világi hadseregben ilyen nem történik. A világi hadseregben, amikor valaki megsebesül, a többi katonák felsegítik azonnal. Oké? De egyedül az egyházban van ez. Valaki elesik, már egyből, ó, nézd meg, elesett, bűnbe esett, kicsoda ez, kinek képzeli magát ez meg, stb. Egyből lehordják, egyből lenézik, még lelövik, tehát ezzel lelövöd. Valaki meg van sebesül, és lelövöd. Szó szerint. Oké? Okay? Ennek nem kell így történnie, hanem meg kell segíteni egymást. Amen. Tehát nagyon fontos az, ezzel kapcsolatosan még egyszer, mert nem akarok eltérni most más témákra, hanem azt akarom mondani ezzel, hogy ha valaki testben él, nem szellemben, akkor a szellemed meg tud sebesülni. Sebesült szellemed lesz. Oké? Okay? És az ige példabeszéd azt mondja, hogy a férfinak a lelke el tudja viselni a maga erőtlenségét. Oké? Okay? De a megtört lelket kiviseli el.
De a Biblia is azt írja, hogy ha valakinek megsebesül a lelke, az eredetiben, hogy megsebesül, az egy rendkívül veszélyes dolog. Ha megvan sebesülve valakinek a szelleme, aki te vagy igazából, semmi nem fog működni úgy, ahogy kell, hogy működjön. És azonnal ezen a megsebzésen keresztül ugye az ellenség akkor tud jönni, le tud jobban támadni, nem szabad ezt engedni, hanem szellemben kell élni. Amen. Testből szellembe kell menni. Következő. Mi történik a szellemeddel, amikor testiesen érzékeny élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? A szellemed veszélyben van. A szellemed szomorú lélek tud lenni. Keserű. Szomorú vagy keserűségben. Oké? Az 1 Királyok 21.5 ezt mondja. Hozzám menvén az ő felesége Jézabel mondta neki, miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem eszel? Oké? Itt ebben a részben az eredetiben úgy mondja az ige, hogy azt kérdezte tőle, hogy miért lett a te szellemed szomorú. Szomorú szellemé tud alakulni valakinek a szelleme, aki nem szellemben él, hanem testben él, és még egyszer külső dolgokra néz. Na most persze itt ez a példa, ez nem annyira, hogy mondjam neked, ez egy negatív példa, ugye? Mert ugye itt látjuk, hogy Akháb féltékeny lett, akarta az ő vára mellett lévő szőlőst, ami egy emberhez tartozott, és ez nem adta el neki. És emiatt ő szomorú volt. Ugye szomorú szelleme lett. Stb. De a lényeg itt az nem is maga a történet, hanem az, hogy egy embernek a szelleme tud szomorú lenni. Szomorúság tud jönni az ő szellemében. Oké? Amikor az ember testben él, láthatókra néz, nem a láthatatlanokra. Oké? Tehát ez nagyon fontos dolog. Következő. Mi történik az ember szellemével, amikor testiesen érzékeny él, és csak a lelked által vagy befolyásolva, a szellemed, na most figyelj, családságban tud lenni. Család szelleme tud lenni az emberek. Ehhez a családság, ez egy régi magyar szó, de itt meg lehet találni az alattomosságot, a cselt, a fortét, a ravasságot, rászedés, ármányosság, árulás. Oké? Tehát látjuk, hogy egy nagyon veszélyes dolog tud kialakulni az embernek a szellemében, hogyha testben él. Oké? A Biblia ezt a Zsoltárok 32.2-ben említi meg, és helyesen. A Károli. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Csodálatos. Halleluja. Tehát látjuk itt az Istennek az igében, hogy megmutatja nekünk, hogy amikor az Úr megbocsájt nekünk, az Úr ugye nem tulajdonít bűnt, az egy boldogság jön be, egy öröm jön be, egy igazi öröm fog bejönni. Oké? Okay? És lelkében családság nincsen. Tehát a családság, ami alattomosság, ravasság, fortélyosság, rászedés, ármány, árulás, ezek mind ugye, hogyha valakinek a szellemének valakinek a szelleme ilyen, az egyenesen ugye a sátánnak az egyik karaktere, ugye. Sátánnak a karaktere, hogy alattomos, család, cseles, ravasz, rászed, ugye, hazug, fortélyos, áruló, ezek mind a sátánnak a karakterei, és az embernek a szelleme is tud ilyen lenni, hogyha testbe jár. Ki van téve az embernek a veszélynek, az embernek a szellem, hogyha testbe jár. De ha szellembe jársz, halleluja, ha szellembe jársz, és az Úrban bízol, akkor nem fog ilyenni valakulni a szellemed, oké? Okay? Mi történik az ember szellemével, a testesen jár, érzékien élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva. A szellemed, nagyon fontos, figyelj, túlterhelté tud válni. Túlterhelté tud válni. Na, ez rendkívül fontos. Ezekben az időkben, főleg ebben a rohanó világban, főleg amik történnek is, az embernek a szelleme túlterhelté tud válni. Ezt a Zsoltárok 77.3 mondja el nekünk. Nyomorúságom idején az Urat keresem. Kezem feltartom éjjel szüntelenül.
lelkem nem akar vigasztalást venni, bevenni. Lelkem nem akar vigasztalást bevenni. A Károly itt így ír, hogy lelkem nem akar vigasztalást betenni. De viszont az eredeti meg azt mondja, hogy az én szellemem túlterhelt. Az én szellemem túlterhelt. Oké? Amikor az embernek a szelleme túlterhelt, ilyenkor még, amikor imádkozik is, nem tud az újjáletébe bevenni, és nem tud venni az Istentől. Megakadályozza ezt. Tehát olyan, hogy a szellemed ugye, ez olyan, mintha a fizikálisban a te tested szaladsz mondjuk 10 kört, és kifulladsz, és nem bírsz, egyszerűen túl vagy terhelve, túl terhelted a testedet, ugye nem bírsz futni többet, elértél a végére, tehát a szellemed is túlterhelté tud válni, hogyha testben él az ember, nem szellemben. Oké? Rendkívül fontos az embernek, hogy szellemben éljen. Hogy tud az ember szellemben élni? Azáltal még egyszer megfeszíted a testet. Megfeszíted a testet azáltal, hogy felveszed a keresztet. A keresztnek a felvevése az óembernek a megfeszítése a kereszten minden kívánságaival együtt, és nem a tankaratodat cselekszeled, hanem az Úrét. Az Úrnak az akaratát keresed minden nap, az ő igéjében is, imában is, és minden nap van egy kiszabott időd neked, hogy te az Úrral foglalkozol, az igével foglalkozol, Istennek a dolgaival foglalkozol. Ha egy nap is elhanyagolod az Istennel való kapcsolatodat, már visszaestél. És a visszaesett helyzetben már a szellemed elindul egy lefelé menő úton, és a szellemed ilyennél tud válni, amiről beszélek. Tehát erről szól a tanítás, ugye? Oké? Tehát, még egyszer, hogyha testben élsz, nem szellemben, akkor túlterhelté is tud válni a szelleme az embernek, a Zsoltár 77.3 szerint. És ilyenkor még az imádkozásod is nehéz lesz. Nem fogsz tudni imádkozni, nem fogsz tudni venni az Istentől. Ezért van az, hogy az Úr sokszor akar adni nekünk. Minden napja akar adni nekünk, de nem vagyunk fogadóképesek. Nem tudjuk elfogadni tőle a dolgokat. Nem tudunk venni az Úrtól, mert túl van terhelve a szellemünk. Okay? És ennek van több oka is. Tud több oka is lenni, hogy miért tud az embernek a szelleme túlterhelt lenni. De a legegyszerűbb válasz erre még egyszer, ezt megismétlem, mert ez annyira fontos igazság, hogy az ember testbe jár, a szeme a látható dolgokon van, nem pedig a láthatatlan dolgokon. Tehát nem Istenem van, nem a mennyen van, nem az igén van, hanem a látható dolgokon van. Valami történik, akkor nem az Istenre néz föl, hanem azokra a körülményekre néz, és ő próbálja megoldani ezt a problémát, és elkezd süllyedni a problémában, mint Péter. Ahelyett, hogy az Úr Jézusra nézne. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy Uram, én akkor is téged dicsérlek, én akkor is téged követlek, és tudom, hogy ezt a problémát te képes vagy megoldani. Dicsőség az Úrnak. Oké? Mi történik az ember szellemével, amikor testiesen érzékeny élsz, és csak a telked által vagy befolyásolva? A szellemed, oké? Egy bukott szellem tud lenni, vagy egy sikertelen szellem. Oké? Bukott, sikertelen. Ami azt jelenti, ezek olyan személyek, akik könnyen feladják. Halleluja. Könnyen feladják. Nem szabad olyan embernek lenned, oké? Aki olyan, hogy könnyen feladja, könnyen felad dolgokat, annak bukott és sikertelen szelleme lesz. És a szellemnek az állapota meghatározza az életednek a folyását. A szellemnek az állapota, hogyha egy bukott, sikertelen, könnyen fel fogod adni. Okay? Zsoltár 143 hetes verse így jössz nekünk. Zsoltár 143 hét. Siess! Hallgass meg engem, Uram! Elfogyatkozik az én lelkem. Ne lesd el orcát előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. Figyelj! Itt a Károly úgy mondja, hogy elfogyatkozik az én lelkem. Csodálatos. Az eredeti nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az én szellemem elbukott. Az én szellemem megbukott. Oké? És ne rejtsd el orcát előlem, nem akarok olyan lenni, mint akik a sírba szállok. Nagyon fontos, oké? Tehát az embernek a szelleme egy elbukott,
sikertelen szellemmé tud válni, hogyha testbe jársz. Testbe imádkozol, testbe dicsérsz, testbe akarod a keresztényetet élni. Nem lehet. Senki nem tudja. Ha egy nap nem foglalkozol a Bibliával, egy nap nem foglalkozol az imával, egy nap nem mész be Isten jelenlétébe, a bukás az garantált. A szellemednek. Oké? Okay? Nagyon fontos dolog. Oké, okay. Dicsőség az Úrnak. Még van egy pár az Úr kegyelme által, de ezek nagyon fontos kijelentések. Oké? Okay? Nagyon fontos kijelentések, mert ezeknek a megismerése által fogunk tudni győzedelmes keresztényetet élni. És még egyszer a következő adásban pedig arról fogok beszélni, hogyha szellemben jársz, akkor milyen lesz a szellemed? És milyen szellemű emberi tudsz válni? Oké? Okay? Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Mi történik a szellemeddel, amikor testiesen érzékien élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? A szellemed, figyelj most, egy hirtelen szellemé tud válni. Mit jelent ez? Sietős, gyors, meggondolatlan, elhamarkodott. Oké? Okay? Ezt mondja nekünk itt a magyar megfelelők. Példabeszédek 14-29. A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel. Aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az. Itt a Károly azt mondja, hogy elméjében hirtelenkedő. Nem rossz ez a fajta fordítás. Tetszik nekem, mint az elméről beszél. Az elme pedig ugye, ami lelkünknek a része, és az a szellemünkben van, és az elme az egyik legfontosabb része ugye a lelkünknek, ami által van kapcsolatunk az öt érzékszervünk által azzal a világgal, és amit az elmédben megengedsz, az jön be a szellemedbe azonnal, vagy jó, vagy rossz, és vagy roncsolni, vagy építeni fog téged. Vagy félelmet, vagy hitet fog tudni hozni az az információ, az a kijelentés, ami jön neked. Oké? Okay? Amit te beengedsz az elméden keresztül. Tehát tetszik, amit itt ír az elmét, de az eredetiben még egyszer szellem van írva, hogy szellemében hirtelenkedő. Oké? Okay? Tehát valaki, aki hirtelen, sietős, oké? Okay? Az meggondolatlan és elhamarkodott lesz. Oké? Okay? És erre nagyon jól kell figyelni, hogy az ember ne legyen elhamarkodott, ne legyen gyors, oké? Okay? A Biblia erről ír is amúgy, hogy legyünk későn szólóak, de gyors hallóak. Gyors hallóak, de későn szólóak. Oké? Okay? Miért? Hogy az ember békessége által meg tudja őrizni az ő hitét, és hányszor volt az, hogy hirtelenkedő voltál, vagy meggondolatlan elhamarkodott, és rossz döntéseket hoztál, vagy rossz dolgokat mondtál ki, és utána pedig, amikor már a döntésednek a következményében éltél, akkor elgondolkoztál rajta, hogy hoppá, hogyha várok, hogyha megtartom a békességemet, akkor teljesen más dolgot mondtam volna. Teljesen másképp döntöttem volna. És a döntésemnek a következménye teljesen más dolgot adott volna. Nagyon sokszor az emberek, amúgy ez érdekes dolog, hogy nagyon sokszor az emberek soha nem vizsgálják meg a döntéseinek a következményeit, hanem mindig a döntést vizsgálják meg. Nem a döntést kell megvizsgálnod, hanem az, hogy mi lesz annak a döntésnek a következménye. Mert a következményében fogsz élni. Tehát ne legyél meggondolatlan, sietős, elhamarkodott hirtelen, hanem mindig fontold meg, kérd az Urat, ugye a példabeszédek 3-5-6 erről csodálatosan írja ezt a dolgot, hogy minden utadban ugye megismered őt, tehát hogy bízz az Úrban, minden utadban megismered őt, hogyha rábízod a biztosak az Úrnak. Tehát példabeszédek 3-5-6 ezt írja. Csak most angolul tudom ezt, tehát most hirtelen magyarul nem jut eszembe. De olvassátok a példabeszédek 3-5-6-ot ezzel kapcsolatban. Dicsőség az Úrnak. Oké, okay, menjünk tovább. Mert mondom, ebben annyira sok van ezekben a egy igékben és kijelentésekben, hogy sok mindent meg kell említeni ezzel kapcsolatban, de jó. Oké? Okay? Halleluja. Tehát ne legyél sietős, ne legyél elhamarkodott, ugye? És ez mikor tud történni? Mi a jele annak, hogy valaki, tehát mi a jelzés annak, hogy valaki sietős,
hirtelen, meggondolatlan, elhamarkodott. Mi ez? Ez egy jele annak, hogy valaki testben él. Nem szellem. Akkor szellemben élsz. A szellemnek az egyik gyümölcse, ugye, az a nyugodtság, ugye, a békesség, a szeretet, a kiegyensúlyozottság. Tehát nagyon fontos az, ugye, hogy a szellemi ember az nem sietős, az nyugodt, az meggondolja a döntéseit, az meggondolja azt, hogy mit mondjon. Nem szól ki dolgokat elhamarkodottan, nem fog elhamarkodott döntéseket hozni. Amikor szellemben élsz, és az Urat is bevonod a te döntéseidnek a kimenetelébe, hogy mit döntsél a dolgokban, akkor a békesség által az Úr fog neked szólni, hogy mivel van békesség, mire ad az Úr békességet, és az lesz a jó döntés. És a döntésének ha csak a következményét is megvizsgálod, már fogod tudni, hogy melyik a jó döntés, melyik az, az a döntés, amit Isten akar, hogy kövessél, mert az Isten igéje meg ad neked bölcsességet és tudást, hogy mi fog engem közelebb keríteni Istenhez. Mi fog engem az Úrnak a kegyelmében megtartani. Ez a döntés most veszélyezteti az én keresztény életemet? Ez a döntés most segíti a keresztény életemet? Tehát ezek egyszerű dolgok. Vagy egy olyan dolog, hogy például mit tenne ilyenkor Jézus? Hogyan döntene Jézus? És elgondolkozol rajta, hogy hát Jézus nem döntené, az biztos, akkor a másik a helyes döntés. Oké? Okay? Tehát ez ennyire egyszerű. Nem szabad hirtelenkedőnek lenni, oké? Okay? És ez azt jelenti, ugye, hogy valaki akkor testben nem szellemben él. Dicsőség az Úrnak. És ez egy rendkívül fontos dolog, mert a szellemi harcban, a szellemi hadviselésben az egyik legfontosabb dolog az, hogy az ember legyőzze az első számú ellenséget. Az pedig te saját magad vagy, akivel te minden nap a tükörben nézel. Az a legelső ellenséget, akit te keresztre kell neked mindig feszítened. Okay? Az a személy, az az óembered, az mindig, ő az első számú ellenség, akik le kell győzzél saját magadat. A második az a bűn, és a harmadik csak a sátán. Úgyhogy a szellemi harcban az egyik leglényegesebb dolog az ez, hogy megismerjed ezeket az igazságokat. Halleluja! Még van egy pár. Beszeretném ezt fejezni, hogy következő héten már arról beszéljünk, hogy mi történik a szellemeddel, hogyha már szellemben nyersz. Dicsőség az Úrnak. Mi történik a szellemével az embernek, amikor testiesen és érzékén él, és csak a lelke által van befolyásolva? A te szellemed haragos szellem tud lenni. Tehát a haragos szellemi emberi tudsz válni. Tehát a harag az már azt jelenti, hogy valaki már nem szellemben, hanem a testben él. Tehát akkor már valaki a szellemből a testbe visszaugrott, és haragos lett. Hirtelen. Okay? Ennek van több oka is, és ebben nem fog most belemenni részesen, de a Prédikátorok 7.9 ezt mondja. Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra, mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. Ho-ho-ho! Csodálatos, igen. Tehát amikor valaki hirtelen haragú személy, akkor azzal először is azt fogja tanúsítani, hogy a Biblia szerint, hogy bolond, okay? Mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. Tehát ez egy bolondság, amikor valaki haragos lelkű, haragos szellemű. Tehát még egyszer itt a Károly azt jelenti, hogy lelked, de itt szellemről van szó. Ne légy hirtelen a szellemedben a haragra. Okay? De amikor az ember testben él, és testbe lép át helyzetekben, bizonyos dolgokban, nem szellemben marad, ugye mikor kell szellemben lenni? Mindig. Mikor kell imádkozni? Mindig. Halleluja. Ez egy olyan dolog, ami nagyon fontos, hogy megrögződjön az embernek a szívében, szellemében, hogy mindig szellemben kell maradni. Na most az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy hogyan tud az ember, praktikus dolgok, hogyan tud szellemben maradni. Ha például már az Úr megadta a nyelveken szólást, akkor kezdj a nyelveken szólni, amikor vezetsz, amikor mosogatsz, hogyha még nem beszélsz nyelveken, vannak pillanatok az Úrral, például amikor lehet neked, például amikor főzöl, vagy mosogatsz, vagy amikor például vezetsz, vagy dolgozol, vannak pillanataid az Úrral.
És akkor tudod mondani ebben a pillanatban, hogy Uram, szeretlek téged. Uram, dicsőtlek téged. Uram, de jó vagy. Köszönöm a te ígéret. Már egy ilyen pillanat, egy pár másodperces pillanat már át tud vinni téged a testből a szellembe. És a szellemedet szellembe tudod tartani, és már így dicsőségről dicsőségre tudsz menni az Úr kegyelme által. Oké? Ez egy csak kis praktikus dolog, hogy így naponként ugye, amikor nincsen még időd ugye az imádkozásra, akkor így ilyen pillanatai tudnak lenni az Úrral, és ezekben a pillanatokban a szívedet az Úrnak a jelenlétébe tudod tenni, és nyelveken imádkozás által, dicséret által a szívedben az Úrnak, ha már csak ezt mondod, hogy elkezded dicsérni, ezeket gyakorlod, akkor gyakorlod az Úrnak a jelenlétét, gyakorlod azt, hogy a szellemed szellemben maradjon. Ne pedig testbe menjél át, mert akkor testbe mész át, akkor a szellemed rossz felé tud alakulni át, oké? És a szellemed haragos tud lenni, oké? És még van egy jó pár. Mi történik a szellemeddel, amikor te testiesen érzékeny élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva, a szellemed, oké, erőszakos tud lenni. Erőszakos szellem. Oké? Erőszakos szellem, erre egy másik megfelelő a kényszerítő, vagy, és ez pedig ugye az elnyomott. Tehát egy ilyen elnyomott személyről van szó. Oké? A Jób 32.18 írja ezt nekünk, hogy mert tele vagyok beszéddel, unszolgat engem a bennem levő lélek. Oké? A Károl így írja, az eredeti viszont azt mondja, hogy az én szellemem erőszakosan hajt. Oké? Az én szellemem erőszakosan hajt engem. Tehát egy erőszakos szellemed tud kialakulni, hogyha testben él az ember. Oké? Nagyon fontos ez, hogy ne ez legyen, ne ez történjen, hanem szellemben égél, és a szellemben való élésed által teljesen másképp fog kialakulni a szellemed, amiről a következő adásban lesz szó. Na, mit ott történik a szellemeddel, hogyha testben élsz, és a lelked által vagy csak befolyásolva? A szellemed egy gyötrődő szellem tud lenni. Oké? Ehhez tartozik a hiúság, az önteltség, a beképzeltség, a hiába valóság, oké? A hiába valóság, főleg, haszontalanság, szellemi üresség, vagy hiába való dolog. Tehát bármi, ami nem építi a te lelkedet, a te szellemi életedet, tehát hiába való dolog. Azonosítsál meg az életedben minden egyes hiába való dolgot. Mert a hiába valóságnak a jelenléte az életedben meglopja az idődet, ezáltal meglopja az életedet, és a hiába való dolgok egy gyötrődő szellemet tudnak kialakítani benned. Oké? A Prédikátorok 1.17 írja ezt nekünk, hogy adtam annak felett az én elmémet a bölcsességnek tudására, és az esztelenségnek és a bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. Oké? Lélek gyötrelme. Tehát egy gyötrődő szellemű emberé tud kialakulni. Nézd meg itt, hogy ugye Salamon írta ezt a részt itt a Prédikátorokban, és Salamon mondta, hogy az ő elméjét a bölcsességnek tudására, esztelenségnek, bolondságnak tudására tette. És ezek a hiába való dolgoknak a megismerése által rájött és észrevette, hogy ez a szellemének a szellemében gyötrelmet okozott. Oké? Ami egy önteltséget, beképzeltséget, hiába valóságot, haszontalanságot, szellemi ürességet és hiába való dolgot okozott a szellemében. Oké? Tehát ez tud kialakulni az embernek a szellemében, hogyha testben élsz, és a szemedet a látható dolgokra teszed, nem pedig a láthatatlan dolgokra, a szellemi világra, az Úr Jézus Krisztusra. Oké? Ilyenkor, hogyha az öt érzék szerveiden keresztül élsz, és csak a látható dolgokra figyelsz, akkor ezek ki tudnak alakulni, és le tud gyengülni a te szellemed. Oké? Nagyon fontos. Mi történik a szellemeddel, amikor testiesen érzékeny élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva? A szellemed, na figyelj, büszkévé tud válni. Na ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog.
Okay? Büszkévé tud válni a szelleme. Tehát van a büszkeségnek persze démona, most nem arról beszélünk. Démonokról még nem beszélünk, majd fogunk. De viszont az embernek a szelleme is tud büszke lenni, ami nagyon veszélyes. Okay? A Prédikátorok könyve 7:8-as ezt mondja. Jobb akármi dolognak vége, annak kezdeténél jobb a tűrő, hogy nem a kevés. A könnyen olvasható folytás így mondja. Jobb valaminek a befejezése, mint kezdete. Jobb, ha valaki türelmes természetű, mintha büszke. Rendkívül, rendkívül fontos dolog. Miért? Mert a Biblia írja nekünk a Példabeszédek 16:18-ban, hogy a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfúvalkodottság. Oké? Okay? A könnyen olvashatóban így mondja, hogy a büszkeség a közelgő összeomlás hírnöke, elbőzakodottság pedig bukásé. Ó, most erről egy teljes tanítás lehetne, ugye természetesen a büszkeséggel kapcsolatosan, de rendkívül fontos az, hogy az ember alázatosságban tartsa a szellemét, és tanítható legyen a szelleme. A büszkeség meg tud jelenni nagyon-nagyon sokféle módon. Okay? Az egyik legrosszabb mód az, amikor az ember azt mondja, hogy én ezt tudom. Volt már ilyen veled, hogy próbáltál a testvérednek segíteni például valamivel kapcsolatban, és mondtál neki egy igét, vagy valamivel kapcsolatban próbáltál őt szolgálni felé, és tudod, hogy az Úrtól jön az a kilentés neki, és azt mondja, hogy ezt tudom, én ezt tudom. Amikor valaki azt mondja arra, hogy én tudom, na azzal ő azt fogja bebizonyítani neked, hogy még semmit nem tud. Az 1 Korintus 1:8 azt mondja, hogyha valaki azt hiszi, hogy valamit tud, még nem tudja úgy, ahogyan tudnia kéne. Vagyis valaki, aki azt mondja arra, hogy ő tud valamit, hogy ő tudja a Bibliát, ő tudja ezt az igét, ő tudja ezt az igazságot, ő azzal csak azt bizonyította be, hogy még semmit nem tud. Azok a személyek az én meglátásom szerint, főleg az én apostolom, ugye, aki már van már 4 doktorátusa körülbelül, tehát már elég előrehaladott tudása van. Ő nekem mindig ezt tanította, hogy amikor megy a Szent Szellemhez, ő azt mondja az Úrnak, hogy Uram, semmit nem tudok. Semmit nem tudok. Kérlek, taníts engem. És ugye meg kell tanulni ezt a csodálatos dolgot, hogy soha nem mondhatjuk azt, hogy én ezt tudom. Ha valami azt mondta, hogy te tudod, azzal te azt fogod bevezetni, hogy még semmit nem tudsz. Mert minél jobban megismered Istennek az országát, minél jobban megismered az ő igéjét, minél jobban elkezded megismerni Istent, egyre jobban rá fogsz jönni, hogy még mennyire nem ismered őt, hogy még mennyire sok van ő benne, hogy még mennyire kimérhetetlen az ő gazdagsága, az ő bölcsességének a gazdagsága, az ő tudása, hogy mennyire sok minden van még, amit neked meg kell tanulnod a kereszténységben, és ez nem büszkévé tesz, hanem alázatossá tesz, és taníthatóvá teszi a szellemedet. Taníthatóvá kell, hogy legyen a szellemed, mert az a tanítvánságnak az egyik legcsodálatosabb jele. Nem azt mondja, hogy ezt tudom, én ezt már hallottam, én ezt már tudom. Az az ember még büszkeségben van. Oké? Okay? Nem tanítható a szelleme, és rendkívül veszélyes vizeken jár, és rendkívül veszélyes helyeken megy. Oké? Okay? Tehát, és a büszkeség a közelgő összeomlás hírnöke, elbizakodottság pedig a bukásé. Tehát, mielőtt még az ember elbukik, majd ezt figyel meg, mielőtt elesel, a büszkeség már ott lesz. Tehát ezért fontos, hogy mindenkor alázattal tudjon járni az ember, alázatban legyen, de nem hamis alázatban, hanem igazi, krisztusi alázatban. A krisztusi alázat pedig teljesen más, mint a hamis alázat. Teljesen más. Oké? Okay? Tehát folytatni fogjuk az Úr kegyelméből ezt a tanítást, hogy milyen a szellemi állapotod az Úr kegyelme által. És ma arról beszéltünk, hogy mi történik a szellemeddel,
amikor testiesen, amikor testiesen érzékeny élsz, és csak a lelked által vagy befolyásolva, akkor a szellemünk ugye egy nyugtalan szellemé tud válni, egy aggódó, bánkodó, szomorkodó, gyötrődő szellemé tud válni, okay? Megkeményedett szellemé tud válni, egy szomorú, bánatos szellemé tud válni, gyászoló szellemé tud válni, megsebesült szellemé tud válni, okay? Megsebzett szellemé tud válni, szomorú szellemé, keserű szellemé tud válni, család, alattomos szellemé tud válni, ravasz, túlterhelt szellemé tud válni, bukott szellemé tud válni, sikertelen szellem, okay? Sietős, hirtelen, meggondolatlan, elhamarkodott szellemé tud válni, okay? Erőszakosan hajtó szellemé tud válni, okay? Kényszerítő, gyötrődő szellemé tud válni, ami a hiúság, önteltség, beképzeltség, hiába valóság, haszontalanság, szellemérőség és hiába való dolgoknak a rátekintése által gyötrődő szellemé tud válni. Okay? És az emberek a szelleme büszke szellemé is tud válni, hogyha testben él és nem szellemben. Amen. Dicsőség az Úrnak. Imádkozunk az Úr Jézus Krisztus kegyelme által. Hiszem azt, hogy ma is az Úr adott neked kijelentést, és hiszem, hogy ma is az Úr segített neked abban, hogy tovább tud haladni, és sikeressé tudjon válni a te keresztény életed. Drága mennyi atyám, köszönöm neked az Úr Jézus Krisztus kegyelme által, Uram. Köszönjük neked, Uram, mindazokat, akik nézték ezt az adást, Uram. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket, Uram, a Jézus nevében. És kérlek, Uram, a Jézus hatalmas nevében, hogy bármilyen állapotban is van az ő szellemük, Uram. Uram, kérlek, segíts nekik, hogy szellemben tudjanak járni, Uram. A Jézus nevében. És kérlek, Uram, hogy az ő megsebzett szellemüket, Uram, gyógyíts meg teljesen, Uram. Éljíts meg, Uram, az ő szívüket. Éljíts meg az ő lelküket, Uram. Hozz egy gyógyulást az ő szellemükben. Hogy a gyógyulás a szellemükben, Uram, ki tudjon hatni az ő lelkükre is, és az a gyógyulás be tudjon folyni az ő testükben is, és Uram, az a gyógyulás, ami az ő szellemükben elkezdődik, Uram, tudjon hozni egy fizikai gyógyulást is az ő testükben. A Jézus nevében. Amen. Halleluja. Mert ez nagyon fontos. A szellemedben lévő gyógyulás. Amikor a szellemedben gyógyult vagy, az a gyógyulás ki tud hatni a te testedre is. És a testedben akkor fog történni igazi gyógyulás, amikor a szellemedben is történik gyógyulás. Amen. Dicsőség az Úrnak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek, az Úr áldjon meg mindannyiótokat a Jézus nevében. Jevareke kávé szverekha. Jaradonáj panavele kávé hunetka. Jiszadonáj panaveleka. Vésémleka. Shalom, shalom, shalom. God bless you and keep you. Az Úr áldjon titeket gazdagon a Jézus nevében.